A hajdújárási látogatóközpontban a lakosok, a horgászok, valamint a ludasi helyi közösség vezetői azt kifogásolták, hogy nem építhetnek mólókat, kilátókat, az ökoturizmus pedig így egy helyben topog. Ludasiak és a környékbeli lakosok, emberek, támogatók nagyon is tisztelik és becsülik azt, hogy a ludasi tó védett területé van nyilvánítva, de annak ellenére nem elég csak, hogy papíron van védetté nyilvánítva, hanem sokkal többet kell, hogy tegyünk ennek érdekében. Szabados Klára, a Természetvédelmi Intézet szakmunkatársa kiemelte, el kell dönteni, hogy természetvédelmi rezervátum vagy halastó legyen a ludasból, a kettő együtt nem megy. A szaporodó horgászok a tó körül, és a szaporodó mólók gyakorlatilag egyre kisebbre szorítják azt a területet, amelyet még az érzékeny fajok fészkelő helyén. Szuzanna Dulics, a városi tanács illetékese azt mondta, a város vezetés tisztában van vele, mennyire kritikus a helyzet. Jelenleg a terv dokumentáció kidolgozása van folyamatban. Csatornát kell építeni a ludastól a városi víztisztítóig. Jövőre megkezdődhet a ludas iszaptalanítása is. A művelet 24 millió euróba kerül majd. A tanácskozás résztvevői a zárónyilatkozatot eljutatják a város, a tartomány vezetőihez és az illetékes minisztériumhoz.